Szia! Ebben a videóban egy marokkói lencselevest fogok készíteni, ami nagyon egészséges, pikpak készen van, és hidd el, imádni fogja mindenki. Bónuszként Andris ideált egy pálma felé, hogy élvezhessem a kilátást is. Ha érdekel ez a leves, tarts velem is, elkészítjük együtt. Hozzávalók, a lencse, én kész lencsét vettem, ezt nem kell beáztatni, hanem csak beleöntöm és készen is van, de hogyha vesztek bármilyen lencsét, vöröset vagy zöldet, akkor előtte be kell áztatni, ahogy rá van írva a használati utasítás. Kell hozzá zöldségként krumpli, répa, hagyma, fokhagyma és spenót. Fűszerek, gyömbér, kurkuma vagy curry. A curryt szoktam használni, de az most elfogyott, kurkumával is jó lesz. Kell hozzá piros paprika és fahéj. Ami pedig a bónuszt adja, az a kókusz konzerv. Ez nem kókusztej, hanem konzervbe lehet megvásárolni, csak nekem már nincs meg, mert már a felét felhasználtam a múltkor, ez a maradék. És ebben van egy kis kókuszlé és ilyen kis sűrű kókusz. Zsír. Kezdjünk is hozzá, először megmosom a spenótot, illetve felaprítom a zöldségeket. Készen vannak a zöldségek, kezdhetjük a főzést. A boszorkány konyha. A boszorkány konyha. Szól a főzés, kell egy lábas. Sose értettem, miért hívják a lábasnak, mikor nincs is lába. Ja, azt is tudom, füles vagy lábasnak. Füles. És egy kis olajon megpároljuk a hagymát. Figyeljétek azt a kis olajt. Megpirítsuk a hagymát, üvegesre pároljuk. Na? Mehet bele a répa. És a krumpli is. Meg a fokhagyma is? Az már benne van, hagyma fokhagyma az elején. És ami a lényeg, hogy kicsit át kell pirítani. És most jönnek bele a fűszerek. A fűszerek, egy teáskanál fahéj. Látjátok a teáskanál? A felét elpújt a szél. Egy teáskanál paprika. Milyen jó lesz. Piros paprika, édes piros paprika, egy teás kanál gyömbérpor, na gyereki gyömbérpor, hogy és egy teás kanál curry, vagy nekünk most kurkuma van, ezzel egy kicsit így át kell pirítani. Valami folyadék nem kell hozzá. De? Kell hozzá egy deci zöldség alapé, vagy ami nekünk van, víz és egy kis delikát. De ha van zöldség alaplétek, az sokkal jobb bele. De hát így lakóautóba okosba kell csinálni. És a legegyszerűbb dologra törekszünk mindig. Olyan? Ellepi a zöldségeket is, meg süljenek. Most hagyjuk rotyogni, és ha kész a krumpli, akkor visszatérünk. Andris mindig nevet rajtam, de én az ilyen recepteket nagyon nyitottan szoktam kezelni, mivel lencseleves, ezért nem mérem ki, hogy egy deci, vagy másfél, vagy kettő, hanem ahogy sikerül, beleborítom, és jó lesz minden, hogy meglátom. Abrakadabra, eltelt a 20 perc. Csiribi, csiribá? Váltam már csiribá. Így néz ki. Mehet bele a lencse. De jól néz ki. De meg milyen illata van. Lencse. Már ezt ki kell szedni, ezt a lencsét ebből a zsóból. Ugye, ahogy mondtam, hogy én kész lencsét választottam, hogyha nyerset választotok, akkor szerintem bele lehet rakni együtt a krumpliba, mert általában fél óra kell, hogy készen legyen. De hát leírás szerint, ami rajta van az acskón. Itt dől el, hogy mennyire lesz sűrű a leves, úgyhogy nekünk még egy kis víz mehet bele, mert elég sűrű lett. Ez így nem leves. Uh-huh, ez így ragú. Bár ragúnak is jó van. Most. Most már csak az van hátra, hogy felfűzzük, összefűzzük egy kicsit. Az utolsó hozzávaló pedig a spenót, és megy bele a kókusztej. Egy kicsit összefőzzük, és készen is vagyunk. Ú, nagyon szeretjük a spenótot.
Puding próbálja az evés. Készen van a levesünk, úgyhogy szedhetünk is. Ó, tényleg, alig várom. Ó, de finom. Jó étvágyat nekünk. Már semmi más nincs hátra, csak a kóstolás. Nagyon remélem, hogy ti is elkészítitek ezt a receptet, és higgyétek el, nagyon finom. Ugye, hogy nagyon jó? Ehhez nyugodtan ummal, bár végig folyt a szakállat. Csorog a nyálamom. Én már megkóstoltam. Azt mondja, nyugi, mert a kóstolás, de hát igazából azon túl vagyunk. Tehát már csak a kóstolásról hátra. Legalábbis nekem, mert Andi is már megkóstolta. Remélem, hogy ti is elkészítitek ezt a receptet, mert nagyon finom, nekünk nagyon ízlik. És légy, írjátok meg kommentbe, hogyha elkészítettétek, hogy nektek milyen volt, vagy hogy tetszett. Igen, jó étvágyat! Jó étvágyat! Sziasztok! Sziasztok! Azt elfelejtettük mondani, hogy ez egy vegetáriánus étel újra. De hogyha szeretnétek, lehet készíteni mellé valami húst. Nekünk itt teljesen jó. Szerintem nem kell hozzá semmi. Nem kell hozzá hús. Ezután mehet a rántott hús, surkrumplival. Hova? Hát a pocakba. Hát ez egy leves előétel, nem?